A tűzmadár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és a szegény embernek három fia. Ennek a szegény embernek csak egy kicsi kertje volt, de ebben a kicsi kertben olyan gyönyörű szép rózsák termettek, hogy aki látta, megcsodálta. Volt abban a kertben egyéb virág is, olyan, amelyiknek az illatja 7 mérföldre terjedt, olyan is, hogy ha valaki hozzányúlt, megcsendült, s csengett, mint az aranycsengő. De nem sok öröme volt a szegény embernek ebben a sok szép, csodálatos virágban, mert ének idején berepült egy tűzmadár, akinek a tolla és a szárnya olyan volt, mintha lánggal égett volna, és mire észrevette magát a szegény ember, mire észrevették a fiai, egytől egyig lecsipkedte a virágokat, s vitte, senki sem tudta merre. Megpróbáltak mindent, hogy valami módon megőrizzék a virágokat. Próbálta a szegény ember, de vagy elaludott, vagy ha el nem aludott, a tűzmadár lánggal égő tolla 1 percre, 2-re elvette a szeme világát. Sem meg nem lőhette, sem meg nem foghatta a madarat. Ugyanígy járt a szegény embernek a 2 idősebb fia is. Akkor aztán Laci próbált szerencsét, a legkisebb fiú. 1 hétig le sem hunyta a szemét, de a tűzmadár nem jött el. Hanem a 7. éjjel egyszerre csak beröppent, és éppen arra a rózsabokorra szállott le, amelyik mellé Laci húzódott. Egyik kezével befogta a szemét, a másikkal a madár után kapott, de éppen csak egy toll maradott a kezében. A tűzmadár elrepült. Hát, hiába. Nem tudják megőrizni a rózsákat. Azt határozták a legények, hogy elmennek 7 ország ellen, s addig meg sem nyugszanak, amíg valahol a tűzmadarat meg nem találják. Mennek, mendegélnek, s a 7. nap egy rengeteg erdőbe érnek. Rengeteg erdőben egy virágos kertre találnak, ahol éppen olyan szép rózsák voltak, mint az ő kertjükben. A 2 idősebb legény nem állhatta meg, hogy be ne menjen a kertbe. Hiába beszélt Laci, bementek, s az egyik bokorról rózsát szakasztottak. Hát, uram teremtőm, abban a pillanatban megnyílik a föld, s kiugrik egy 7 rőfös szakállú ember, megragadja a 2 legényt, szót sem szól, s viszi le magával az alsó világba. Laci egyedül maradott. Nem tudta, mi csináljon, merre menjen a bátyai után. Gondolta, majd csak valahogy előkerülnek, vagy így, vagy úgy. Ment tovább nagy búsan. És amint megy, mendegél, meglát egy rettentő magas sziklát, s annak a sziklának a hasadékában egy kardot. Oda megy, kihúzza a kardot, s ím abban a pillanatban a kard után kiugrik egy 7 fejű sárkány. No, Lacinak sem kellett több. Neki a sárkánynak, s addig vagdalódzik jobbra, balra, előre, hátra, míg a sárkánynak mind a 7 fejét le nem vágta. A sárkánynak úgy ömlött a vére, mint a patak. Laci fogta magát, megmosakodott a sárkány vérében, s olyan erős lett, mint egy óriás. Akkor elindult be a szikla hasadékán. De még 2-t sem lépett, jön szörnyű morgással szembe az ezüstmedve. Megnézik egymást, összekapnak. Ropogott a csontja mind a 2-nek, de Laci erősebb volt, s úgy vágta a földhöz a medvét, hogy megnyekkent belé. Azt mondta a medve. Látom, hogy erősebb vagy te, legény. Hagyd meg az életemet, bizony nem bánod meg. Kívánj akármit, minden kívánságodat teljesítem. Nem kívánok én egyebet, mondotta Laci. Csak vigy el a tűzmadárhoz. Ülj fel a hátamra, viszlek.
Felül Laci a medve hátára, azzal megiromodik az a rettentő nagy állat. Vágtatott a szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben. Egyszerre csak megállott egy kacsalábon forgó gyémánt palota előtt, s mondott a Lacinak. Eredj, menj fel ebbe a várba. Ott van a tűzmadár üvegkalickában. Most alszik mindenki, a király is, a katonái is, de úgy nyúj a kalickába, hogy a kezed hozzá ne érjen, mert ha megcsendül, felébrednek az emberek, s nagy bajba kerülhetsz. Felmegy Laci a palotába, meg is találja az üvegkalickát. Nyitva volt az ajtaja. Bedugja a kezét, de egy kicsit mégis hozzáért. S akkorát csendült a kalicka, hogy egyszeribe talpon termett az udvarban minden ember. Összeszaladnak az emberek, megfogják Lacit, viszik a király elé, s jelentik, hogy mit akart ez a legény. Na, mondja a király, most karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem még a tűzmadarat is neked adom, ha elhozod a Vas király aranysörényi paripáját. Kimegy Laci? Felül az ezüst medvére, és mondja neki, hogy mit akar a tűzmadár gazdája. Jó van, mondja a medve. Könnyen elhozhatod, ha megfogadod az én szavamat. Annak a paripának mindig a hátán az aranynyereg. Azt mondom hát, hogy a nyereghez hozzá ne nyúj, mert ha úgy alusznak, mint a fekete föld, akkor is felébrednek, olyan nagyot csendül az a nyereg. Még el sem mondta jóformán ezt az ezüstmedve, már ott is voltak a Vas király ajtaja előtt. A legények aludtak mind. Bemegy Laci az istálóba, eloldja a paripát a jászoltól, de amint vezette ki, hogy nem hozzáért a nyerekhez, s attól akkorát csendült, hogy egyszeribe felébredtek a kocsisok, tolvajt kiáltottak, megfogták Lacit, vitték a király elé. Azt mondta a király. Na, te betyár, karóba húzathatnám a fejedet, de nem teszem, hanem azt parancsolom, indulj el mindjárt Tündérországba, hozd el onnét a tündér király leányát, aki a palotának éppen az 50. szobájában lakik. Felül Laci az ezüstmedve hátára, elvágtatnak Tündérországba, felmegy a tündér király palotájába. Keresztül megy 49 szobán, egy lelket sem talált. Bemegy az 50. szobába, s hát, ott ül aranylócán a tündér király kisasszony, s amint meglátta Lacit, mindjárt felszökött az aranylócáról, s azt mondotta. Te az enyém, én a tied, ásó kapas a nagy harang válasszon el minket. Hiszen örült is, búsult is ennek Laci. Egy szóval sem merte mondani, hogy nem magának viszi a tündér király kisasszonyt. Látta a medve Laci nagy szomorúságát, és mikor a Vas király palotájához értek, azt mondta neki. Csak hagyjuk kint a király kisasszonyt, a többit bízd rám. Abban a pillanatban az ezüst medve megrázkódott, s szakasztott olyan tündérleány lett belőle, mint a tündér király kisasszony. Felment a palotába, Laci meg az aranysörényű paripán elvitte a tündér király kisasszonyt. De még oda sem ért ahhoz a várhoz, ahol a tűzmadár volt, már ott volt az ezüstmedve. A Vas király szeme láttára visszaváltozott medvének, s elnyargalt, mint a sebes szél. Örült Laci, hogy visszakerült az ezüstmedve, de most meg az aranysörényű paripát sajnálta a királytól. Szerette volna, ha a paripa is megmarad, s a tűzmadarat is megkapja. Az ezüstmedve eltalálta a gondolatát. Megrázkódott, s éppen olyan aranysörényű paripa lett, mint a másik. Az igazi paripa kint maradt a király kisasszonnyal, Laci meg felvezette az ezüstmedvéből lett paripát a királyhoz. Hely!
Örült a király. Egyszeribe odaadta a tűzmadarat kalickástul, mindenestül. De az ezüstmedvéből lett paripa csak azt várta, hogy Laci jó messzire nyargaljon a tűzmadárral, visszaváltozott medvének, s úgy ott hagyta a királyt, mintha ott se lett volna. Éppen abban az erdőben érte utol Lacit, ahol a bátyjait a hét lőfös szakállú ember levitte az alsó világba. Van-e még a szívednek valami kívánsága? Kérdezte a medve. Nincs egyéb, édes medvém, csak az az egy. Szabadítsd meg a bátyáimat. Ahogy ezt mondta, az ezüst medve nagyot dobbantott, megnyílt a föld, shopp, eltűnt. De még egy óra sem telt belé, kiugrott a föld alól. Ott ült a hátán a két legény. Most már szépen hazamehettek. Velük ment az ezüst medve is. Többet el sem eresztették, mint az édes testvérüket. Úgy tartották. A tűzmadár ezután nem pusztíthatta el a rózsákat, s a drága szép virágokkal tengerkincset szereztek. Olyan gyémánt palotát építetett Laci, hogy abban jó szívvel ellakhatott a tündér király leánya. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.